Mamo dacă prima pala, petta barikája. Ugye, azt mondja, Mahamadaka. Nagyon részegítő, nagyon mámorító ez a prema pala, ez a szeretetnek a gyümölcse. És hogyha valaki peta barikája, valaki fogyasztja ezt a gyümölcsöt, akkor mi lesz vele? Akkor meg fog hatás alá kerül, meg fog részegülni. És ugye, de Úrcsitánya szózt az egész világnak. És akkor is mondja, hogy Matila Sakala Loke. Minden lakó, aki itt lakik a világban, Matila meg lesz részegülve a szent névtől, mámorítva. És most is emberek ugyanazt csinálnak, énekelnek, ugye, mennek koncertekre, meg most már mindenki Facebookra kirakja, hogy ő is énekel, meg táncolnak, ugye, szalsza, mi van még? Ilyen divatos táncok vannak, akkor vicceket szeretnek az emberek, mindenki ezt most csinálja, de ez az alap, amit most csinálsz, csak eltéveszti az embert. És amikor valaki a prémapála, ugye a szeretetnek a gyümölcsi hatás alá fog kerülni, ugyanazt fog csinálni, és az nem lesz karma, ettől nem fog eltévedni, hanem tisztulni fog. Ugye mit csinálnak az emberek? Matila Sakala Loke, az összes ember ezen a bolygón, Hase, Nace, Gaya. Hase, az azt jelenti, Hasya Yoga, úgy van egy olyan divatos most, nevetésnek a jogája. Akkor emberek a préma hatás alatt Hase nevetnek, Nace, ez a Nata, táncolnak, és Gaya, mit jelent, hogy Gaya? Gita, énekelnek. Igen, és akkor énekelnek. Viszont Srila Prabhupát rögtön figyelmezteti, igen, ez így működik, és mondja, nagy de nem szabad ezt utánozni. Szóval lépésről lépésre kell képesítetté válni, hogy ezt a prima pálát, ezt a gyümölcsöt tudjunk hasznosan elfogadni. Másképp csak utánzott lesz, és akkor nem fogunk tudni igazi lelki ízeket tapasztalni. És akkor most erről egy kicsit beszélünk, jó, akkor mik azok a lépések, ami minket képesítene arra, hogy mi megtapasztaljunk ennek a prima pálának a mahamadakát. A nagyon-nagyon maha, ugye, madaka, mámorító hatását. Most először beszéljünk arról, hogy miért nem tapasztaljunk. Ugye mi is akkor találkoztunk könyvekkel, baktákkal, Srila Prabhupát mozgalommal, és ott írja, pont most is írja, maha, madaka, hase, nace, gaya, énekelnek, táncolnak, nevetnek, Matila Sakala Loke, az összegész bolygó, milyen jó Úrcsitánya is, és mindenki. És akkor jövünk ide, első két nap lehet, hogy kicsit érezünk valamit, utána nem érzünk semmit. És sokszor újra reggel jövünk, leülünk, fogjunk a gyapánkat, elkezdünk gyapázni, és a következő pillanatban már nincs íz, és akkor unalmas, mellette kell valami más csinálni, hogy túléljünk ezt a két órát, és akkor előbb beszéljünk, hogy hogyan lehet túlélni a dzsapát. Erről majd beszéljünk. Mi történik? 11. énekben Srimad Bhagavatamban Uddhava kérdezte Krishnát, hogy Vadanti Mritya Prayena. Azt mondja, hogy az emberek, akik Mritya, Prajana, Vadanti, tudják. Emberek tudják, mindenki tud, bakták is, emberek is tudják, hogy ha élvezni fogják, visaján, hogyha élvezetre merülnek a világba, az életükbe, ez lesz a fő céluk, akkor padam apadam,
Az azt jelenti, hogy Pada Mapadam nagyon rossz helyzetbe fognak kerülni. Mindenki ezt tudja. Mindenki tudja, beteg leszek, bakták is tudja, karma, el fog tévedni, és így tovább. És utána mondja, hogy Tatapi Bujjante Krishna, de akkor is, annak ellenére, hogy mindenki tudja erről, akkor is Bujjante, akkor is élvezni próbálnak. Szóval mindenki tudja, hogy élvezetnek, sose lesz jó a vége, de akkor is élveznek. És hogy hogyan? Azt mondja, Tatkatham, ugyanúgy, mint Svá, mit jelent, hogy Svá? Sunicheva, Svá Pakecha. Kutya, Svá. Nem Svá, Svá. Svá, kutya, utána Kara, Kara, Samar, Csacsi, Samar, és Raja, kecske. És azt mondja, és az emberek valahogy így tudják, hogy vége rossz, de akkor is, mint a kutyák, szamarak és kecskék élvezetre kerülnek, élveznek. Ez miért van így? És akkor mi az oka? Ugye? És akkor Krishna következőbe válaszol, ugyanabban a 11. énekben, ahol, hogyha nekem itt megadja azt a lapot, de nem baj, most még tekeri. Krishna azt mondja, aham, amikor az ember először nem tudja, hogy én ki vagyok. Nem tudja, hogy én vagyok a lélek. Aham iti anyatha buddhe. Hogy amikor ember nem tudja, hogy én ki vagyok, hogy én lélek vagyok, hanem van valami hamis azonosítása. Akkor anyatha buddha, buddhi, akkor ez még fog csinálni? Az intelligenciát meg fog zavarni. Ugye, mint van egy másik magyarázatok, ugye, amikor ahankara, ugye, amikor a Bhagavad Gita-ban a harmadik fejezetben Krishna magyarázza ilyen embert, aki gondolja, hogy ahankara vimudhatma karta aham. Azt mondja, ahankara, amikor ember hamisan képzeli, hogy én ki vagyok, mert mikor én azt gondolom, hogy én vagyok ez a test, vagy valami másnak gondolom, ami vagyok igazából, hogy lélek vagyok, akkor az értékrendem is lesz hozzá hasonló a céljaim. Hogyha én nem vagyok lélek, hanem test és valaki más, akkor azonnal az én céljaim, vágyaim lesznek hamisok. És akkor azt mondja Krishna, pramatászia? Mit jelent, hogy pramatászia? Zavarodtság. Megzavarodik ember, rögtön meg van zavarodva, megzavarodik, és amikor meg van zavarodva a tudatja, akkor utszárpati rajogharam, gharam, utszárpati, megjelenik rögtön abban a pillanatban, amikor én nem vagyok ez a test, meg vagyok zavarodva, vannak akkor elképzelések, hogy mit kell csinálnom, ami nem egy léleknek való, akkor utszárpati megjelenik Rajo Ghoram, a Raja Guna, de Ghoram azt jelenti, hogy félelmetes. Ugye valamikor Krishna völgyben volt több salagrám, és a Sridhar Maharajtól volt egy salagrám, amelynek az volt a neve, hogy Nrisimha, Ghora Nrisimha, Ghora, így kell mondani, Ghora Nrisimha, a félelmetes Nrisimha. És akkor a salagrám is meg volt olvasztva a dühtől. Ez ilyen félelmetes, dühös hangulatban volt. Ugyanakkor Kapila Devi is a Srimad Bhagavatamban is úgy nevezi, Raja Ghoram, ő is így nevezi többször, hogy az a Raja Guna, ez nagyon félelmetes. És akkor ez megjelenik a tudatban, és vajkárikam mana, tato vajkárikam mana, akkor az elmén eluralkodik. És mikor az elmén már eluralkodik a guna, rajoyuktasya manasa, mikor benne van a három kötőerő az elmébe, akkor sankalpa savikalpa. Ez azt jelenti, ez akarok, ez nem akarok, ez szeretem, ez nem szeretem. És így tovább. Akkor kész. Akkor ember meg van zavarodva, nincsen nyugalom az elmében. Szankápa, 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 vá. Tata káma
Gunadjana. És az a Tata Kama, ugye Kamaesa, Krodhaesa, Raja Guna. Ugye a Raja Gunából fog jönni a Kama és a düh. Tata Kama, Guna, Diana. Mit jelent a Diana? Meditáció. És akkor már nem a Hare Krishnán meditálok, hanem a Gunak Diana, a három kötőrön meditálok. Végül, amikor van ez a Guna Diana, akkor Dushasa, Dushaha, Svadhi, Durmate. Ki tudja, mit jelent a Durmate? Ki tud kicsit oroszul? Mert kicsit. Durmate, onnan származik egy orosz szó. Dur kezdődik ugyanúgy. Itt van, ő is egy kicsit oroszul tudja. Ki tudja, mit jelent, hogy durák? Hülye. Hát itt mindenki tanult oroszul. Jobban, mint a szanszkrit megy. Durmate, és akkor ember durmate. De azt mondja, és akkor igen. Hát mondjuk így ostoba. Ez így egy kicsit finomabb magyarul, nem? Mint hogy hülye. Ez kicsit olyan bántó. Meg lehet bánkódni erre. Igen, kicsit butaságot kezd csinálni az ember. Buta. Ostobaság. Ostoba lesz. Durmate. Szóval, és ez a probléma. Ilyen állapotban mindenki jön Krishna tudatba, csatlakozik. Ugye? Mik ezek, hogy lehet ezeket nevezni máshogyan? Nézzünk az időt, szeretnék időbe befejezni. Máshogyan ezeket úgy nevezünk, hogy szamszkár. Ugye? Ezek a hullámok, amik vannak, ez a citta vritti. Ugye, amikor a tudatunk hullámzik, ezek a kötőerők egyfajtából harcolnak bennünk, ezt akarok, ezt vágyok, ezt szeretem, ettől félek, ez nehogy történjen, ez hogy történjen, és akkor ember durmata, egy kicsikét lesz, kicsit durmata, és egy kicsit pramata, meg van zavarodva, ugye, őrület. De a jogának, mint a bhakti jogát mi gyakoroljunk, ugye mi a célja, ahogy mondja a joga szutrában a Patanjali Muni, citta vritti nirodha. Jogas citta vritti nirodha. Ugye ez a második szutra, hogyha jól emlékszem. Ez azt jelenti, hogy a jogának a célja egyik, van több célja, az egyik célja, ez a citta vritti, azek a hullámokat, amik vannak a tudatunkban, hát hullámok, ez túl finom, cunámik, az jobban lehet mondani, cunámik, legnagyobb, meg ezek a hurikánok, ami Amerikában mutattak néha, na ez van az elmébe, átlag emberbe, mert nagyon ritka kinek nincsen, ezt tudjuk, mindenki jár valahol pszichiáterhez, pszichológushoz, valahova kikapcsolódni, mert probléma. Észrevettétek, hogy mindenki valamit keres. Menekül ettől. Ha valaki nem keres, valaki még, gondolja, ez még kevés nekem ez a cunami, kell még valahogy belőni magamat, kilőni, átlőni, és kell fokozni, mert lesznek akkor ezek a hullámvasutok. És akkor ember utazik. Akkor citta vritti nirodha, meg kell, hogy szüntessen. A jóga meg fog szüntetni. És a második, ez az egyik célja, a másik, a fő célja, ez pont ez a mahamadaka. Prémapála, hogy valaki, hogy mindenki megérezzen ennek a prémának, prémapálának, a szeretetnek, a gyümölcsének a mahamadaka, a legnagyobb ízet, a mámorító ízet, ami tiszta, tiszta szeretet. És most egy kicsit praktikus dolgokról fogunk beszélni erről, hogy hogyan, mi történik, hogy miért erről beszéljünk, mert Prabhupád mondta, ne legyünk utánzók, hanem legyünk példamutatók. De példamutató, ez nem csak az, aki felöltözött, és itt ült, és gyapázik, és az elmébe cunámik vannak, valsod, hullám, meg ilyenek, hanem itt van rend, az a példamutatás. Mert felöltözni, ez lehet bárki, kimegyünk az utcára, adjunk egy kis szendvicset, egy hajléktalanoknak, felöltözik ő ezért minden nap, nem probléma. Le is fog ülni gyapázni, csak az még nem példamutatás. Akkor beszéljünk erről egy kicsit,
vagy praktikusan. A nagyon jó, most használni egy kicsit megint jogaszutrát, egy kicsit Bhagavad Gita-t, és hogyha ez így megjegyezünk, akkor legalább nekem nagyon segít. Azért szeretném megosztani ezzel mindenkivel. Amikor mi leülünk meditálni, ugye magyarázza a Patanjali Muni, mikor ember leül dzsapázni, meditálni, vagy dzsapázni, ugyanaz, meditáció, akkor kettő dolog történik az emberrel. Létrejön két szamszkár. Mielőtt most megyek tovább, először meg kell határozni, mit jelent, hogy szamszkár. És Charaka Samhitába, ez az Ajurvédának egyik írása, Charaka Samhita, adja meghatározást a szamszkárnak. Ugye úgy szoktuk mondani, hogy lenyomat, ugye emlékezés, vágyok, ez mind szamszkárok. A mi karakterünk, hogy én hogyan reagálok, ezek a szamszkároknak a kombinációk irányítanak engem, programoznak be bizonyos helyzetekre valahogy viselkedni, reagálni, vagy megsértődök, vagy feldolgozok, vagy elszaladok, vagy támadok agresszívan, ugye tudjátok, hogy hogyan szoktunk viselkedni. Ez minden szamszkárok irányítanak. Hogyan ez történik? Honnan jönök a szamszkár? És akkor Charaka Samhitába mondja, hogy szamszkára hináma, szamszkára azt jelenti, guna antara adhana. Guna, tudjuk mi az. Három kötőerő, ugye tulajdonságú három kötőerő. Antara, ez azt jelenti befele, intro. Ugye, amikor mondjuk intravénás, antara, antara vénás lehet mondani. Be. Adhana, ez, mint a van, garba adhana samskara, ugye? Amikor a magot bele rakják, bele vetnek, bele vetés, bele rakás, ugye? Ez a, az azt jelenti adhana. És a antara adhana, ez a samskara, ez a guna antara adhana. Ez az a dolog, ami által mi beteszünk magunk belül a gunákat, három kötőerőt. Minden anyagi élmény, amit kapunk, ez úgy hívják, hogy szamszkár. Az már nem fog eltűnni, az már belerakjunk magunkba. Ez antara adhana, guna antara adhana. És ez nyomtalanul már sose fog már eltűnni, megszabadulni, nem tudjuk. Ez a szamszkára, guna, antaradhana. És akkor minden egyes, amikor ember megy moziba, akkor kapja ezt a szamszkárot. Mikor csinál bármilyen anyagi tettet, ez minden, mindent adja be három kötőröt. Sőt, ez energia. Minden egyes anyagi tett, mit jelent anyagi tett? Anyagi tett, ez az a tett, ami nem egyezik a Krisna akaratával. Ugye nem a Krisna elégedettségre van, minden más tett anyaginak számít. Ezek által mi belefektetjünk, töltjünk rá egy kis energiát a gúnákra, amit majd minket irányítanak. És vannak utána szokások. Ugye miért nem tudja ember abba hagyni a cigarettázást? Mert guna antara adhana, benne van ezek a gunák, és nagyon meg vannak erősítve, és ember egyszerűen nem tud leküzdeni. Ő le van mindig gyúrva, le van így szkanderezve. Vagy valamikor nekünk van valami tulajdonság, és nem tudjuk megszabadulni tulajdonságtól. Ugye valamilyen próbáljunk, és tudjuk, hogy nem kell így csinálni, de nem tudjuk. Mindig visszamegy a sínbe minket visz, és akkor megint sínen vagyunk. Ez, igen, ezek a szamszkárok. És amikor visszatérünk, meditálunk, akkor kettő dolog történik, amikor valaki leül meditálni. Kettő szamszkár jön fel. Az egyiket úgy hívják, hogy nirodha szamszkára. Nirodha, ez azt jelenti, hogy mentes az anyagi kötőerőktől. Az azt jelenti, hogy lelki élmények. Ugye valamikor vannak néha, évente, öt évente ilyen pillanatok, ritka,
amikor gondolom, fú, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. És nem akarok abba hagyni a dzsapát, olyan jó. Szokott történni? Ugye ez a Nirodha Samskara. Amikor a kirtánba megváltozik a világ, és már elveszítettünk az idő, a térséget, és csak akarunk táncolni, és csak szent név is egyé váltunk szent névvel, és a gornitáj, bakták, van olyan kirtán, ugye? Ez a Nirodha. Akkor dzsapába ezek a Nirodha Samskarok. Jó, hogy vannak, nagyon jó, az rossz, hogy ritkák. Miért? Mindjárt megbeszéljük. Mert van egy másik szamszkár, amikor dzsapázunk. Úgy hívják, hogy Vyudhana szamszkára. Nem Vyudhana, nem a harc. Vyudhana ez a harcot jelent. Vyudhana, ez azt jelenti, mint egy elfújja a szél. Volt ilyen dallam, ugye? Hogy ami elfújja a szél, az elmét. Elfújja, elvisz. Mi? Feljönnek ezek az anyagi szamszkárok. Vyudhana szamszkár, ez azok a kötőerők, amik mi összegyűjtöttünk, és ők azonnal visznek el az elmünket. Erről nem kell sokat beszélni, mindenki megvalósított, gondolom erről. Ugye, amikor leülünk dzsapázni, Hare Krishna, és már elme nincs is a Hare Krishna. Ugye? Ez olyan könnyű. Mert akkor feljöttek szamszkárok, itt, ott, erre gondolni, erre vágyok, az, múltba, jövőbe, annyi sok van belőle, hogy az úgy, mint a szalmaszálat, lefolyja minket, szok, és eltűnt. Cunami van. Ki volt, ki óceánba fürdött? Aha, nagyon jó. Ki fürdött, amikor normális hullámok vannak? Akkor jó, nem? Lehet body szörfőzni. Úgy hívják, hogy jön hátul hullám, ugrasz, és akkor hasán mész. Igen. De mikor ki fürdőt, amikor nagy hullámok voltak, ilyen mondjuk idáig tetők. A egy, kettő. Mi a tapasztalat? Három. Mi a tapasztalat nagy hullámoknál? Amikor így kb. Ilyesmik. Elfúj. Mint a szalmaszálat dobálja, nem? Semmibe vesz minket az óceán. Hát ilyen az elmében még nagyobb hullámok vannak, mint az óceán. És így, ahogy óceán dobálja, én is próbáltam. Nem féltem egy darabig, de mikor éreztem, hogy belül nagy források vannak, oda-vissza megy a víz, és az eltörheti ember kettéve törheti. Az a baj. Mert úszni tudom, az a baj. És akkor ki is másztom belőle. Simán, mert mikor téged forgatja, és egyszer innen jön a nyomás, egyszer máshonnan jön. És valamikor így össze tud téged így csukni a gerincedet, kettéve. Itt van a megvalósított lélek. Bhagavat Priya Prabhu is azt mutatja, hogy... Ugye? Igen. Így, ugye? Nagyon veszélyes. Hiába tudsz úszni, szalmaszál vagy ott. Szóval ugyanúgy hiába én gondolom, hogy én majd, de ezek a Vyudhana szamszkárok azt csinálják. Itt gondolom, értitek, nem? Leülünk csapázni, Hare Krishna, úgy, mint a szalmaszál, az elme már nincs itt, ahogy hívják. Utána jön a 16. kört, hozzunk le, Ráma, Ráma, Hare, Hare, vissza. Az jó volt, most nem volt unalmas. És akkor gyorsan akasztóra a dzsapát, kipipáltam, dzsapáztam, megyek. Vyudhana szamszkára. Igen. A szamszkárok, ugye, mivel kötőerőkkel vannak kapcsolatban, ugyan akkor ott is, ugye, kötőerők harcolnak egymással. Ugye? És ezek a Vyudhana szamszkárok, mi a probléma? Észrevettitek, mikor dzsapázunk, és vagy próbáljunk Krishna tudatosan viselkedni, és mikor beengedjünk, és egy kicsit játszunk vele, hát, kicsit, na, pihenek Krishna tudattól. Szoktunk pihenni, nem? Mert néha fárasztó Krishna tudat. Miért? Mert nem vagyunk mámarítva Prema Pálától. Akkor mi jön? Akkor az fog történni, indriáni mano buddhir. Akkor rögtön minden indriáni, érzékek, mano buddhi. Intelligencia elmében rögtön megnyilvánulnak a kötőerők. Ugye ez Krishna mondja Bhagavad Gita-ban a harmadik fejezet, 41. vers. Hogy hol van, hol nyilvánul meg. Indriáni mano buddhir, atyadisztán mucsate. És akkor a gyána,
Nem, először mondja Gyan, Avrita. Avrita Gyana. Észrevetitek, azon letakarja a tudásunkat, hogy én lélek vagyok, hogy én bakta vagyok, hanem ezek a vágyok teljesen Avrita. Avrita az azt jelenti, hogy takaró, lefedi. És kész. És akkor már nincs is íz abban a pillanatban. Utána a másik versben mondja Krisna megint, Gyana Vigyana Násana. Hogyha én reggel felkeltem, és még próbáltam, oké, Srila Prabhupád kegy, szentné, próbálok, baktákkal énekeljünk, leülünk dzsapázni, és ahogy csak beengedtem a kámát, ezt a vyudhana szamszkárot, azt fog csinálni velünk, Gyana Vigyana Násana. Elpusztítja a törekvés. Nem akarunk már. Nincs kedvünk dzsapázni, nincs ízünk. Ez a Gyana Vigyana, ez a törekvés, a tudásra, a törekvés, a lelki megvalósítása Násanam. Szóval Raja Guna ezt csinálja. Elpusztítja. És utána szenvedés elkezdeni újra olvasni Srila Prabhupád könyveket. Vannak ilyen megvalósított lelkek? Akik, mikor már Raja Guna benne van, akkor milyen nagy szenvedés olvasni lelki dolgokat? De milyen jó íz mondjuk megnézni egy filmet, ugye? Attól ez igaz, Raja Guna. Igen, ez a Vyudhana szamszkára. Szóval nagyon erős, és ezért sokszor, mikor leülünk dzsapázni, ő győz. Nagyon sokszor. A Nirodha szamszkára, ugye ezek a lelki szamszkárok, ezek morzsákból vannak bennünk. Egy kicsit valamikor valamit énekeltünk, éreztünk, olvastunk is, Srila Prabhupád által kaptunk valami nagy szamszkárt, ami igazából egy morzsa, ahhoz képest mennyi Vyudhana szamszkáraink vannak. De ők is harcolnak. Az a jó, hogy nem mindig egy stabil. Hát észrevettetek, mert valamikor magától megy a dzsapa, valamikor többször magától nem megy a dzsapa, ugye? Valamikor, amikor Nirodha szamszkára dominálni kezd, elnyomja a Vyudhana szamszkárát, akkor mi azt gondol, na, de jó, ez most már mindig így lesz. Nem lesz így, mert holnap fordítva lesz. Vyudhana szamszkára dominál, elnyomja a szegény pici morzsákat, Nirodha szamszkárát. Akkor mit kell csináljunk? Ugye, marad még egy pár perc. Mit kell csináljunk? Lapozok, mintha könyvből mondom. Mit kell csináljunk, hogy legyen praktikus nekünk, és ezt bárki meg tudja csinálni. Ez most nem számít, 20 éve vagyok Krisna tudatban, hogy 20 perce. Ez mindenkinek egészséges lesz. Három dolgot kell csináljunk. Az első, ezt, amit Krisna mond a Bhagavad Gita-ban. Abhyaszena vairagyena. Hogyha elment az elme, küzdj, hozd vissza. Ugye először nem vettünk észre, elment az elme. Jó, lehet, hogy rögtön észrevettünk, 10 perc múlva, de valamikor észreveszünk, hogy az elmem siklik a szemem valahol, nem tudom, más szövegeken, vagy valahol. Legrosszabb, amikor már van, megy a dzsapa, és akkor megy a Facebook csetelés, meg valami más, annyi sokat lehet csinálni. Ezzel mi problémát csinálunk, megmondom mi. Mit? Hogyha mi észreveszünk, hogy elment az elme, és abjásza újra visszahozunk, és újra kezdjünk, akkor ezt Krisna elfogadja. Akkor tudjunk fejlődni. Nem baj, mert ő tudja, hát mindenkinek volt nehéz gyerekkorja. Krisna érti, na, itt ez is gyerekkorú, ez is problémás traumák kapott a gyerekkorába. Túl korán elkezdte cigarettázni, ez másik, ugye? És minél korábban, az az érdekes, a fiatal emberek minél korábban kezdenek a bűnös tetteket, alkohol, cigaretta, nem élet, annál mélyebb lesz a szamszkár, annál nehezebb megszabadulni. Ezért javasoltak, ugye, hogy mondjuk a fiúknak 25 éves korban házasodni. Akkor már van egy védőrendszer, van ugye ez az intelligencia, ez a védőrendszer a tudás által, meg sok, nem most nem megyek bele, ne legyen hosszú. És akkor, de hogyha mi próbálkozunk, akkor Krisna látja, igen, trauma van, de próbálkozik. Az jó. De hogyha én mondom,
Figyelj, az a lényeg, hogy én nem ígértem meg, hogy figyelmesen gyapázok, azt ígértem, 16 kört gyapázok. Kész? Akkor csak kipipálok, közben nem tudom, mit csinálok, megnézem valami filmet, Csingacsguk, Vinnetú. Vinnetú. Gojko Mitics. És, vagy Tarzan, ugye. És így gyapázok, szóval, hogyha én elkezdek ezt természetesen venni, hogy nem figyelek oda, akkor mi fog történni? Akkor ez már sértés. Ez a náma aparát, ez a szent név elleni sértés, akkor nem fog működni a fejlődés. És hogyha valaki mondja, hát én így élet végéig gyapázok, 16 kör, közben valamit csinálok, más dolgokat, aztán majd lelkivilágban, hát igen, felszabadulok halál pillanatban, nem fogok felszabadulni. Mert sértő voltam egész életemben. Szóval inkább egész életben, hogyha nem sikerül végig tartani az elmét, de egész életben visszahozom a elmét, ez jó. Krishna elfogadja. Akkor halál pillanatban fog segíteni, hogyha van törekvés. Ez az egyik, amit lehetne csinálni. A másik, amit lehetne csinálnunk, ez például olvasni Srila Prabhupád könyveket. A Srila Prabhupád könyvek, mivel vannak feltöltve, niroda szamszkárokkal. Szóval, mikor mi olvasunk Srila Prabhupád könyveket, akkor energiával tápláljuk niroda szamszkárokat. Egyre erősebb és erősebb és erősebb. És akkor mi szedjünk itt a darabokból, a pici morzsákból, próbáljuk összerakni niroda szamszkároknak a egyre nagyobb, nem tudom, hogy mondjuk, nagyobbakat. Van egy feltétel, hogy kell olvasni. Gondolkodni kell. Nem megint olvasni, és akkor mondom, hó, jó volt, érdekes volt. Hát miről szólt a Prabhupád könyve? Ó, nagyon jó volt. Hát miről volt? Hát Krishnáról szólt. Na. Tudod, Hare Krishna, erről szólt, nagyon érdekes volt, nagyon szeretem. De mégis tudnál legalább felsorolni dolgok? Fel tudok sorolni. Hare Krishna mantra volt benne. Ugye? Szóval nem. Gondolkodni kell, meditálni kell, amit ő ír. Ugye a Sivarámára is mondja, inkább fél órát olvasál, de figyelmesen, mint több órát, és akkor csak káosz van a fejed. Szóval amikor mi tudom, a szamszkárának a természete olyan, hogy akkor jön, akkor hagyja lenyomatot, amikor figyelek. Ez fontos feltétel. Hogyha nem figyelek, úgy mondják a csittánk, a tudatunk, hogyha nem figyelek és olvasok, akkor azt mondják, kő kemény lesz. És nem lesz lenyomat, ugye ez a szamszkára, lelki. De mikor figyelek, akkor úgy mondják, hogy megolvad és megpuhul az én csittám, és akkor hagyja a szamszkárot. Miért anyagi szamszkárok olyan erősek bennünk? Mert rajta vagyunk, élvezünk. Rajta koncentrálunk. Olyan koncentráció van, hogy csak na. Mert ki akarunk vonni a élvezetet. Akkor a tudatunk, a csitánk nagyon megpuhul, és akkor kapunk komoly lenyomatot. És ezért a vágyok, úgy csak feljön egy vágy gyapa közben, és nem tudok megszabadulni tőle. Ugye? Lehet így kiverni, vagy nem lehet semmit csinálni. Mert miért? Mert nagyon figyeltünk, mikor élveztünk. Szóval ezért ez egy feltétel. Olvasok Srila Prabhupádról, figyelek. Hallgatok baktákat, vagy hallgatok a baktákról történeteket, nagy szentekről, ahol tele van niroda szamszkárokkal, mikor ők hogyan olvad a szívük Krishna irányt, és Krishnának olvad a szívük ők irányt, ezt niroda szamszkára. De mikor én figyelek, akkor ez fog adni erő. Minél jobban figyelek, annál erősebb lesz a niroda szamszkára. Szóval ez a második. Akkor kettőt mondtunk. Egyik, újra kell próbálni hozni az elmét, gyapára, és küzdeni, és eztől nem kell félni, ez természetes, ez normális. De ne adjak fel, ne legyen természetes, hogy ez ne természetes, hogy megint elmed, megint vissza. Egy. Másik, olvasok Srila Prabhupád könyveket, más szenteknek a könyveket, szentekről halljak figyelmesen, hogy rakom össze kis darabokból, kis morzsákból, niroda szamszkárat.
És a harmadik, ami magyarázza 11. szutrába a Patanjali Muni, hogy Sarva Arthata. Az azt jelenti, hogy Sarva mit jelent? Mindent. Artha? Érték, vágy. Ebben azt is jelenti, de ebbe a szóközben, a környezetben vágyat jelenti. Szóval mi mit csinálunk? Mi Sarva Arthata? Mi minden egyszerre akarunk. Nézni tévét, ember ezni akar, telefonon beszélni, Facebookon csetelni, mert kevés csak egy dolgot csinálni. Kell egyszerre. Jobbázni, akkor kell elolvasni összes újságfali híreket, meg közben minden. Sarva Arthata. Ez a probléma. És ez pont, amikor a tudat szét van hasítva, darabokra, szét van szórva, és ettől ember nagyon gyenge. Gyenge az élete. És ezért azt mondja a Patanjali Muni, hogy a Sarva Arthata meg kell cserélni ekagrata. Egy. Hogy tanuljunk meg, mindig, hogyha csináljunk valamit, akkor csak egyet csináljunk. Ne csináljunk tízet. Mert amikor mondanak, hogy Nagy Sándor olyan ügyes volt, egyszerre 10 dolgot csinálta, akkor arra lehet nekünk úgy reagálni, hogy ő csak egy szerencsétlen ember volt, hogy egyszerre 10 dolgot csinálta. Annyira szét volt Sarva Arthata az elméje, szét volt hasítva, szórva. Elme nem képes egyszerre több dolgot csinálni. Ő csak ugrik, mint a számítógépben a Winchesternek, a tű sokszor csak ide-oda, amikor több helyen van információ, akkor csak össze-vissza ugrál. És mi, persze mi a képernyőn úgy látjuk, hogy egyszerre több dolgot futtad, de nem tud egyszerre több dolgot futni, egyszer szét van, így azért belassul sokszor, mert a tű már nem bírja annyit információt leolvasni. És akkor ugyanúgy az elme nem tudja. És nem lehet sikeres valaki, avyavaszajátmika buddhi, Krishna mondja Bhagavad Gita a második fejezetben. Szétszórt, avyavaszajátmika. És akkor mit kell? Avyavaszajátmika buddhi, ekéhe, ugyanazt mondja, ekéhe, egy legyen, egy cél, egy dolgot csináljunk egyszerre. Hogyha leülök japázni, akkor most, ha valamit akarok, akkor fejezzek be legalább ezt a kört, és utána csinálok, megyek, válaszoljak, hogy valamit. Legalább egy kört ne szakítsak meg, tanuljak meg. Lehet, hogy ki kell mennem WC-re, vagy megnézni hány óra, vagy e-mail, vagy valami, de fejezzek be legalább kört. Egyet dolgot csináljuk meg. Ez a ekagra, vagy vevasayat, mikor bodhi, vagy ekeha. És csak utána kezdjek a másikat. Szóval így lehetne próbálni csinálni. Hogyha ezt a hármat csináljunk, és mindig meditáljunk, na most én csinálom, most mit csinálok én? Most melyik kutyát fogok etetni? Ekagra, vagy a Nirodha szamszkárát etetem, vagy Vyuthana szamszkárát? Hogyha Mataji kezd meditálni Prabhura, akkor az milyen szamszkárat? Vyuthana. Hogyha Prabhu Matajira meditál, Nirodha. Vyuthana, igen, ez is Vyuthana. És akkor, hogyha mi, ez a jó, hogy ez egy kettő könnyű dolog megegyezni. Van két szamszkár bennem, és most csak figyeljek naponta, napközben, mit csinálok, most melyik szamszkárot erősítem. Hogyha érzékielégítéssel foglalkozok, akkor Vyuthana szamszkár, ez azt jelenti, hogy japa nehezebb lesz. Mert nekünk a japa, a bhaktivinodakor szerint, ez nem az a másfél óra, két óra reggel, hanem az egész nap közben mit csinálok, ez függ ettől a japa. Mert én milyen szamszkárokat gyártom, erősítem, olyan lesz a japam, ha reggel. Hogyha én Vyuthana szamszkár, akkor másnap kész vagyok, nem lehet japázni. Akkor Vyuthana. Hogyha egész nap figyelmes vagyok, és próbálok táplálni Nirodha szamszkárokat, akkor könnyebb lesz japázni. Ugye ezt a kettőt, hogyha tudjunk így emlékezni, akkor fog működni. Ugye, amikor mondja, mind a kettőben van két kutya, jó kutya, meg a rossz kutya. Melyik fog minket megenni? Amelyiket tápláljunk? Hogyha rossz kutyának adjunk ennivalót, az fog erősödni. Hogyha jó kutyának adjunk ennivalót, akkor ő lesz erősebb.
Jó, lehet egy Bhagavatam Priyaprabhu. Kifutottunk az időbe, történetet még vele fel. Mert ugye Mahamadaka, ugye vissza kell térjünk arra, hogy a nagy szentek most legyen nekik most Nirodha Samskara. Most szólt nekem, én a szívem nem mondtam, hogy jó, de most szólt a sok is, hogy főzőtem folyam lesz a pontból, és akkor nagyon félő, hogy a reggeli elcsúszik, úgyhogy még egy két perc. Két perc, az rövid lesz, jó. Akkor legyen egy Nirodha Samskaránk most a végére. Volt egy nagyon jó bakta, aki tele volt Nirodha Samskarakkal. Neki Vyutana Samskara nem volt. Ő teljesen érezte, hogy ő Krisnának a szolgája. És annyira, hogy az anyagi körülményekre nem tudta figyelni. Nem érdekel, nem bírta sehol felelősséget vállalni. Mindig kirúgták a munkahelyről. Már nem tudta, mert ő csak Krisna, csak Nirodha Samskarák voltak. Túlnyomták, sajnos. Nem bírta legyőzni Nirodha Samskarákat. De kellett menni dolgozni, és akkor elment dolgozni egy gabona raktára. Lehet, hogy Krisna ügyben ez volt, nem tudom. De elment gabona raktárba dolgozni, és akkor ott rábízta, jó, őrködj. Őrizd meg a gabonát. És ezen a napon, vagy egyik este, ott sétáltak kettő pont, amit Srila Prabhupád mondja, képmutatók, tolvajok, akik szádó ruhába, szanyászi ruhába, ugye a szanyásziknak néha jó volt, akik álszanyászik voltak, mert akkor faluba mész, és akkor madukárit kérsz, akkor adnak, könnyű adományt kérni. És akkor ők sétáltak, és ismertek ezt a baktát, megbeszéltek egymással, ő egy kicsit ilyen Nirodha. Megyünk hozzá, kérünk tőle, és biztos egy sákkal is elviszünk a gabonát tőle. Aztán majd eladjunk, aztán majd megyünk mulatni a szanyászi módjára. És eljöttek hozzá, ó, namaste, Hare Krishna, szeretnénk kérni egy kis alamizsnát, kis gabonát. Jó, és akkor hoztak zsákokat. Persze olyan zsák volt, hogy nem volt alja, ilyen nagyon nagy. És régen a gabonát ilyen mércékkel mértek. És akkor elkezdte mérni. Egy, kettő, ezek fogják a zsákot, három méri. Utána, amikor ment a 13, a 13, ez nem is se szanszkrit, se nem hindi, hanem valamelyik indiai nyelv, úgy több nyelvezet van, egyik nyelv, amelyikkel beszélt. A 13 azt jelenti, hogy terah. De ugyanúgy azon a nyelven azt is jelenti, hogy én a tied vagyok. A terah 13 és a tied vagyok. És ő mikor mondta terah, feljut a Nirodha Samskara. Hogy én a tied vagyok. Gornitai, Rádisyám, Krishna, én a tied vagyok. Terah. Kész. Mindenki kapcsolat. Beindult, elvitte az elmét a Nirodha Samskara, és akkor elkezdte. Terra, tiéd vagyok, én a tiéd vagyok, és akkor csak mehet, fokozott, tiéd vagyok, tiéd. Ezek csak látják ketten, 13, és egyik másnak mondtam neked, látod? És 13 beakadt, és akkor telizsákot nyomni, 13. Aztán egy kicsit odafigyeltek, és látták, hogy annyira át van ittatva az érzelmekkel, hogy folynak a könnyek, és a tiéd vagyok, a sértő tiéd vagyok. És mikor társoltak ezt az egy pillanatot, és észrevettek rajta, akkor megkapták tőle Nirodha Samskarát, és leültek mellett, és akkor terra, és mint a hárman extázis volt, énekeltek. Mahamadaka, nagyon meg voltak mámorítva Prema Pálata. Köszönöm szépen. Sisi Dani Tavijaj Goranga Kijaj. Srila Prabhupada Kijaj. Sri Chaitanya Charitamrita Kijaj. Nitai Gora Premanandi. Gora Bhaktavrinda Kijaj.